kóbortos gyűjtőszenvedély jó évtized múlva hatalmas értéket képvisel, majd az a Trabant gyűjtemény, amit egy bicskei portán találunk. Cser és Dina gyűjti az egykori népautókat, melyekből közel 30 sorakozik az udvaron. 2016-ban akkor indult ez a történet. Úgy kezdődött, hogy jártuk az országot, mert a munkából adódóan sokat kellett utazni, és megláttunk egy Trabantot, ki volt rakva egy ház előtt, hogy eladó, és így indult a történet, és akkor néha, merre jártunk az országba, akkor mindig hoztunk valahonnan egyet. Van Zalaegerszeg környékéről, innen a közelről Tatabányáról, van Szekszárd mellől is, van Vásárosnaményből is autó, úgyhogy elég sok helyről sikerült az országból összegyűjteni őket, igen. Na, meséljünk pár dolgot ezekről a járgányokról. Ugye közel 20-25 darab található itt az udvaron nálatok. Mennyi meg a legidősebb jármű? 1972-es a legidősebb, ez a fehér, a BLK 146-os rendszám, ez a legidősebb Trabanta. A másik pedig azért nagyon érdekes, a sárga, ő egy 77-es évjáratú, de ő azért érdekes, mert a sárgát csak egy évig gyártották, és nagyon kevés van belőle. Amúgy a hivatalos neve Perzsa sárga, ez a hivatalos, ahogy kigurult a gyárból. Hát a többi meg van kombi, van, tehát mindenféléből próbáltunk szín szerint is, meg típus szerint is összeválogatni autókat, hogy legyen minden. Ugye beszélgettünk itt a riport elején, hogy azért nektek terveitek vannak ezekkel a járgányokkal. Avassuk be egy kicsit a nézőket, azon kívül, hogy most már lelövöm azt a poént, hogy augusztus 19-20-án a Bicske Szíve Parkban is lesz egyfajta kiállítás, de a továbbiakban mit terveztek? Hát a hosszú távú elképzelésünk, hogy több Trabantot szeretnénk restaurálni, de a retro milyennyit megőrizni, tehát mindenképpen úgy szeretnénk, hogy nem lefesteni és teljesen tökéletesen megcsinálni őket, hanem a megmaradjanak olyanra, amilyenek, de természetesen műszakilag megfelelő állapotban, és szeretnénk őket egyrészt ilyen rendezvényekre, esküvőkre, hogy ki lehessen bérelni, illetve itt a környékben azért van elég sok érdekesség és látnivaló, amire akár családok is egy napra, fél napra, pár órára kibérelhetik, és akár egy piknikezés, egy trabantozás a gyerekeknek egy szuper jó élmény, amit mondjuk a szülők megéltek gyerekként, most tovább tudják adni a gyerekeiknek is, hogy ilyen. Hát ezek a hosszú távú elképzeléseink, reméljük, hogy az egészségügyi helyzet a világban majd ezt engedni fogja, mert ugye sajnos ez az elmúlt év ez nem ez volt, de bízunk a jövőben, hogy ezt tudjuk majd csinálni, és ez egy szuper klassz dolog lesz itt a környéken. Trabant, ma már nosztalgia autó, véri a hölgy. Utána néztünk a Trabant történetének. 1957. november 7-én párthatározattal döntöttek arról, hogy népautót kell gyártani. Alig egy hónappal korábban a Szovjetunió felbocsátott az első Sputnikot. A Trabant oroszul Sputnikot jelent, magyarul utitársat. Az eredeti német szó Der Trabant, csatlós, a középkori lovagok kísérője értelmében volt használatos. A dolgozó nép örömére kitalálták, plastik jaguárt becézték így is, Sputnik négy keréken. Azért szeretik, mert életveszélyes. Felnyomja az adrenalin szintet, ha ezzel száguldunk. Egy trabi átlag sebessége 70 km/h, 100-nál már majdnem szétesik. Ha szembe jön egy kamion, valósággal meglöki, megrengeti a légnyomás, mert egyáltalán nem áramvonalas. Még biztonsági öv sincs a régiekben. A motor ütközésnél a 1,5 cm-es padlót átszakítva rögtön a sofőr ölébe nyomul. Mindezt tudva, kifejezetten úgy érezzük, kaland menni vele, egy szóval Trabanttal szállni élvezet.